Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Gelencsér Ferenc, a Momentum elnöke. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a nézőket is! Köszönöm a kedves nézőket, Brajer Péter vagyok, és ez a Pirkadat a heti televízió reggeli politikai magazin műsora. 5782, Sziván Havának 30. napja van, Roskódes támoszt hirdetünk. A polgári időszámítás szerint 2022. június 29-e szerda van. Ma a Péterek és a Pálok ünnepelnek. 126 évvel ezelőtt született György Júlia, született Lőv, Kossuth Díjas, gyermek- és ideggyógyász, szakorvos, az orvostudományok kandidátusa. 1969-ben kriminálpszichológiai, gyermekpszichológiai és gyógypedagógiai tevékenységet folytatott. Róla fogunk megemlékezni, egy kicsit gördülékenyebben a nap folyamán. És akkor nézzük azt, hogy mi is vár még ma ránk. Tessenek kapaszkodni, az időjárás nem változik. A várható időjárás 20 és 37 Celsius fok. Tegnap már elmondtam, nincs annál borzalmasabb, amikor egy ember egy mentőbe haldoklik, mert kiszáradt. Mindez megelőzhető, főleg a piciknél és a szépkorúaknál. Inni. A folyadékháztartásra odafigyelni, és ha lehetne, albetűvel kezdődjön, almalé lehet, de alkohol nem. Határozott nem. Kávé is lehet, de az sem nagy mennyiségben. Most nyissák ki az ablakot, hogy a friss levegő betóduljon, helyezzék magukat kényelembe, hisz most következik a Nemzeti Bank árfolyama, közép árfolyama, mint azt el szoktam mondani, ennyi pénzért nem lehet valutát venni, hisz ez a vétel és eladási közép ár. Az euró a Magyar Nemzeti Bank közreműködésének köszönhetően 3,9707, nyugalom, lesz ez még kevesebb is, úgyhogy most nem rohanni és vásárolni, mert ha vásárolni akarnak, ez teljesen többe kerül. Az amerikai dollár 3,7712 és az angol font 460.30. És akkor már is visszatérünk a magyar parlamentben helyet foglaló új párt elnökéhez, a Momentumhoz. A parlament megkezdte nagyon kemény munkáját, és szinte naphosszat tanácskoznak a bizottságok, és a plenáris ülés is folyik. Több felszólalást hallottunk a Momentum képviselőitől is. Egyáltalán hogy érzi ott magát? Jelenleg egy nagyon intenzív időszak van, a költségvetés vitája zajlik. A Momentum egy nagyjából 750 milliárdos módosító javaslattal élt, csak bízni tudunk benne, hogy a többségi, a kormánypárti képviselők megfontolják ezeket a javaslatokat. Mi azt látjuk, hogy egy nagyon komoly válság elé nézünk, és szeretnénk azt, hogy a pedagógus bérek, a rendvédelmi dolgozók bérei és a kórházi dolgozók bérei rendezve legyenek. Most lett egy alapkamat emelés, ez alapvetően egy jó eszköz az infláció elleni küzdelemre, viszont azt még mindig látjuk, hogy a nominális kamatok és a reálkamatok azok teljesen széttartanak. Novemberben 16%-os inflációval kalkulálnak, a reálkamatláb az ezek szerint még mindig mínusz 9%, valójában a pénzünk még mindig, ha a bankba tartjuk, szépen lassan eltűnik, elszivárul, elinflálódik. És most hallgattam, hogy a beköszönőket egy jó pár komment így megfogalmazódott a fejemben, hogy ne igyenek alkoholt, ha még emlékszik szerkesztő úr, tavaly nyára a kormány egyik javaslatára a nyári melegben a hideg sörfogyasztása volt, rendkívül végig gondolt. És nagyon érdekes még azt, bocsánat, hogy kicsit elterem a beszélgetést, amikor az euró árfolyamokról beszélgettünk, hogy mennyire 20. századi gondolkodás egyébként az, hogy még mindig alapvetően az emberek jelentős része egyébként készpénzváltóknál váltja a pénzét, ahol értelemszerűen azért, hogy a készpénzváltók fent tudjanak maradni, egy jelentős összeget ráraknak ezekre a váltásokra. Én 5 éve nem használok körülbelül a készpénzt, és ha külföldre megyek, akkor van egy applikáció, amin keresztül a valós MNB árfolyamon tudok váltani, és nem kell a különböző
szolgálati díjakat kifizetni. Ez csak egy érdekes. Én ha külföldre megyek és pénzzel fizetek, akkor megjelenik a telefonomban, hogy milyen árfolyamon szeretném, és én is azt mondom, hogy forint tehát az aznapi váltóáron, de ez azért valami költségeket hoz maga után, viszont... Attól függ, hogy az ember a bankon keresztül váltja, vagy pedig vannak most már olyan applikációk, amik bankoktól függetlenek, és sokkal kedvezőbb árakon kalkulálnak. Nem véletlen, hogy többek között a magyar kormány is próbálja megregulázni ezeket az applikációkat, hiszen alapvetően azért a bankszektornak elég komoly lobby ereje van a mindenkori kormányok felé, és számunkra ez egy nagyon kedvezőtlen gazdasági hatást jelent. Viszont a Nemzeti Banknak a tegnapi közbelépése az mégiscsak jó, hogyha magasabb kamatokat adnak a bankba tartott pénzre. Alapvetően ez nem lenne rossz, de ez egy tűzoltás. Azért is van ekkor infláció, próbálja a kormány rákenni a háborúra, de ez egy elképesztően gyermeteg érvelés. Nyilván a háború okoz inflációt, de a valódi inflációt az okozza, hogy kiöntöttek a rendszerbe több ezer milliárd forintot a kampány során. És jelenleg ez a kiöntött összeg inflálja el a magyarok pénzét és a vásárló erejét. Minél több készpénz van a rendszerben, annál kevesebbet ér a készpénz. Ez egy nagyon egyszerű közgazdasági logika. Alapvető. Ez alapvető logika, és ezért számomra meglepő, hogy az MNB elnöke erre csak most reagál. Én nagyon meglepődnék, hogyha az alapkamatok ezen a szinten maradnának. Ugye tavaly július óta folyamatosan emelkedik az alapkamat, 0,9 körül volt azt hiszem egy évvel ezelőtt, most adunk 7,5 körül, lesz ez még magasabb is. Igen, de ha nézőim kedvéért visszamegyünk a múltba, amikor 5 éves békekölcsön és hasonló akciók voltak, amivel az emberek betették a bankba a pénzüket, nyereményjátékokat kaptak érte, és megőrizte a pénz az értékét, plusz-minusz. Ma felvetődik a kérdés, hogy egy kis vállalkozó például a cégének a pénzét miért nem tudja betenni a bankba? A saját készpénzét be tudja és tud kötvényeket vásárolni érte, ami megőrzi legalább az értékét, tehát nem veszít. A saját pénzét, a cégének a pénzét, hogyha egy éves tervei van, mert egy év múlva akar valamit beruházni, nem tud rajta állampapírokat venni. Hát ami még egy nagyon komoly probléma az, hogy Magyarország jelenleg a vállalkozói környezet nem kiszámítható és nem egy stabil dolog. Április 3-a óta tömegek mennek ki Bécsbe vállalkozni. Most már külön cégek vannak arra, akik azzal foglalkoznak, hogy a Magyarországról érkező vállalkozóknak segítsenek vállalkozást nyitni Bécsben, mert Bécsben sokkal kiszámíthatóbb a vállalkozói környezet. Ez nem tudom, mennyire jó a magyar gazdaságnak. Hát de ez az igazi Európa, tehát... Rendben, azt értem, hogy az igazi Európa, hogy ott vállalkozom, ahol tudom, hisz a Bécsben nyitott vállalkozásommal tudok Magyarországon is dolgozni. Ebben maximálisan igaza van, sőt, ugye hallottuk már a rendszerváltás korán is, hogy végre kávézót nyitok Bécsbe, volt a nagy cukrászdát, volt a nagy mondás régen. Ennek ellenére azt gondolom, hogy egy olyan kormány, ami folyamatosan a nemzeti szuverenitásért küzd, bár a szuverenitás egy ennyire globalizált világban azt hiszem, hogy nem egy 9 milliós országot jelent, hanem egy 500 milliós Európai Uniót. Egy 500 milliós Európai Unió sokkal szuverénebb tud lenni egy globalizált világban. De a nemzeti szuverenitás, elnézést, hogy beleszólok, az, hogy én szeretném az unokáimat Magyarországon fölnevelni, és szeretném, hogy az unokáimnak a barátai azok magyar gyerekek lennek, akik ugyan nyelveket fognak beszélni ugyanúgy, mintha mások lennének, de van ebbe a nemzetbe annyi ráció, hogy belső szaporulat legyen, tehát nem úgy kéne a létszámot megoldani, hogy Észak-Afrikából ide telepíteni embereket, hisz addig, ameddig ők eljutnak ott, ahol van, mi vagyunk, ezzel nem semmiféle rasszizmusra nem gondolok, az időbe telik. Én elhiszem, hogy a vérfrissítésre szükség van, de nem ilyen formában. Én nem mondtam semmi ilyesmit. Az én értésem az, hogy erre a kérdésre válaszoljak, hogyha a nemzeti, nem magát nemzetinek mondó kormánynak valójában érdekében állna, vagy valójában azt szeretné, hogy a magyar lakosság demográfiailag egy pozitív irányba induljon el, akkor talán mondjuk rendezni kéne a gyet helyzetét, és ami legfontosabb, egy nagyon komoly állami bérlakás építésbe kellene kezdeni.
Tudja, melyik kormány volt legutóbb az, amelyik nagyon komoly állami bérlakás programot hirdetett? Igen. Az első Orbán kormány. Ez 20 éve. De hát, hogyha az első Orbán kormány egyszer már megtette, akkor mi gátolja meg őket, hogy újra megismételjék pozitív döntéseket? Ez egy nagyon jó kérdés, ugyanis az elmúlt 20-24 évben senki nem foglalkozott ezzel, és ezért van az, hogy az egekben vannak az albérletárak, az egekben vannak az ingatlanárak. Az, hogy ezt valójában rendezzük, az, hogy a lakhatási válságot rendezzük, az egy nagyon komoly állami intervenció kell jelenleg, bérlakásokat kell építeni. Azért hívtam ide önt korán reggel, mert a lelkemet zavarja az, hogy az árokásás folyik, és nem az árok temetés. Nem lehet az, hogy föl kéne ébredni a lakosságnak, hogyha április 3-án választottak, vagy választottak. Most az időközi választáson megint kiderült, hogy vagy nem érdekli őket, vagy ez így van rendjén. Akkor viszont lehet, hogy nincs szükség ilyen formában erre az ellenzéki összefogásra, és lehet, hogy többre fognak jutni, hogyha mindenki a saját ideológiája szerint megy, és hozza a saját ényét. Nézd, az árokásásról annyit, hogy én minden parlamenti felszólalásom van, amikor egy bizonyos problémát adresszálok, akkor jelzem azt, hogy egyébként a kormány milyen megoldási javaslatokkal próbált élni, vagy élt, amik általában kevesek. Mondok, most legutóbb tegnap a rendőrség kapcsán szólaltam föl, és azonnali béremelést kértem a rendvédelmi dolgozóknak, megemlítve azt, hogy egyébként volt egy fél éves fegyverpénz, volt egy 10%-os béremelés, és hogy ez mennyire nem elég. Tehát az árokásásról annyit mondanék itt most ebben a stúdióban, hogy mi dolgozunk azon, hogy a kormány által sajnos elég ritkán, de időről időre azért vannak respektálható döntéseik is, sajnos nem elég. Azokat én mindig kiemelem ezekben a beszédekben, de rávilágítok arra, hogy ez amúgy édeskevés. Az árokásásról már csak annyit, hogy azért is vagyok érdekelt az árkok betemetésében, ezt már sokszor elmondtam ebben a stúdióban, nekem édesapám egyébként a kormánypártokra szavaz, a köztünk lévő árkokat is igyekszünk betemetni. Az ellenzéki együttműködés kapcsán én azt szeretném itt hagyni a mai napon ebben a stúdióban, hogy az ellenzék szerepe az, hogy egyfajta fék és ellensúly szerepét betöltse. De ez, nem ez... minden negatív ebbe az országban, és nem lehet állandóan csak a negatívokra rávilágítani. Komoly programokra van szükség, együttműködésre, hisz a kormány kész mindent a világon át tud verni a győzelmének megfelelően. Akkor önökre ott semmi szükség, ha csak lapátolják rá a féket és az ellensúlyokat, ez nem változtat a helyzeten. De a komoly ötletekkel jönnek elő, kooperálnak, részt vesznek, akkor egy országot építenek. Nézd, én azt gondolom, hogy az ellenzéknek alapvetően az a feladata, hogy rávilágítson a kormány hiányosságaira. Ez különben a kormány jól lenne. Ami nagyon komoly hiba szerintem az ellenzék részéről gyakorlatilag 2012 óta, hogyha a kormány vagy Orbán Viktor bárki azt mondja, hogy A, akkor az ellenzék azonnal azt mondja, hogy A minusz. És nem azt teszi, hogy megvizsgálja, hogy az A egyébként egy jó döntése a nemzet részéről, és ezután mond valamit, mondjuk egy B-t, vagy C-t, vagy D-t, hanem azonnal azt mondja, hogy A minusz. És ez valóban nem fenntartható. Ez egy reaktív politika csinálás, egy reaktív kommunikáció. Itt eljött az ideje annak, hogy az ellenzék proaktívan kommunikáljon, hogy alternatívát nyújtson, hogy letegyen szakmai programokat. Még akkor is, hogy adott esetben a kormánypártok mondjuk 18-ban egy olyan programmal futottak neki a választások, hogy folytatjuk, ennek ellenére, vagy éppen ezért én azt gondolom, az ellenzéki pártoknak egy nagyon komoly programmal kell újra és újra előjönni. Na de elnök úr, hogyha például a DK minden mondatát azzal kezd, hogy a kormány egy nem legitim kormány, akkor miért ül levele? Akkor miért beszél a parlamentben? Nem legitim, akkor mit kereső ott? Hát nézd, ezt a demokratikus koalíció képviselőt kell megkérdezni, tőlem még nem hangzott el ilyen, és nem is fog elhangzani. A választás nem volt fair, a választás egyébként törvényes volt. A választáson mondani. Annyi ellenőr volt, hogy még sehol a világon nem volt egy ellenőr. Ez az ország jutott oda, hogy a választási csalásokat most már nem cédulákkal intézik, mint annak idején, amikor a kék cédulás választások voltak, hanem például a közösségi médián keresztül. Van egy megafon. Egy országot nem lehet a közösségi médián keresztül vezetni. Ezt én értem, de addig, amíg nagyságrendekkel több pénzt költ a kormánypárt a kampányokra a közösségi médián keresztül, mint a teljes ellenzéki kampány büdzsé, addig itt egy elképesztően annyira lejt a pálya,
gyakorlatilag felfele focizunk egy hegyen. Senki nem tiltotta meg az ellenzéki pártoknak, hogy a fent lévő televíziókba bemenjenek. Nagyon sok televíziót őt helyeztek blokkád alá, és aki nem értett egyet velük, oda be sem mentek. Én most közösségi médiáról beszélek, és költségekről. A közösségi médiában az emberek, a lájkolók többsége nem is tudja, hogy miről van szó. Én nem gondolom azt, hogy a magyar állampolgárok ne tudnák azt, hogy miről van szó. Nem általánosítom a magyar állampolgárokról, de amikor rólam negatívan nyilatkoznak, akkor visszaírom, hogy hogy vagy, szia, rólam van szó. Mi is a véleményed? Ó, Péter, elcsesztem ezt. Ezt én is mindig megteszem, és mindig megkérem őket arra, hogy nálam mindenki kérde, hogy a frusztrációját nyugodtan küldjenek el melegebb éghajlatra. Vagy menjenek pszichológusra, ezt szoktam mondani, hogy következik egy olyan interjú, amit én úgy gondolok, hogy fel, és ha nekik építő jellegű véleményük van, írják meg, de előtte hallgassák vissza még egyszer. Ez történik most is. Az elmúlt negyed órában Gerencsér Ferenc a Momentum elnöke volt stúdiónk vendége, és akkor mondom, hogy egy hatalmas váltás következik, hisz már itt toporok kinn a folyosón Emkende Péter kollégám, aki a Szerdai Nap következő vendége, dr. Póta György a gyermekorvos lesz, aztán jön Balogh László, de itt lesz Mártonfi Béla is, az NAK-től a gyümölcsökről, és jön a történész Klaus Tamás is, ráadásul fél órába. Majd Varga János is érkezik, hogy velem beszélgessen, és végül, de nem utolsó sorban, itt lesz Platt Iván is, de Oberlander Bárok is meglátogatja a stúdiónkat. Sőt, a délután folyamán felvételre érkezik Magyar György, a Nemzet lelkiismerete, de Smuk Andor is látogatást lesz. Ez a mai kínálat. Érezzék jól magukat, velem legközelebb holnap reggel találkoznak. Addig is jó tévézést, és ne felejtsék el, a Heti TV azért van, hogy önök soha ne legyenek egyedül. Ragadjanak tasztatúrát, írjanak, telefonáljanak, csak könyörgöm, nem éjfél után, mert utána másnap nehéz lesz fölkelni, és morcos leszek. De higgyék el, velünk mindent meg lehet beszélni, mi mindenkit szeretünk, egy a lényeg. Egy hazánk van, kereke világon, országhatárokat döngetni, bejebb húzni, kijebb tolni, ma már nem divat, viszont hathatunk, ha elmegyünk választani, és nem a strandra, akkor legalább 4 évenként egyszer megmondhatjuk, hogy mit szeretnénk. Ezen kívül mindenkit meg lehet puccsolni, lehet tüntetni, természetesen törvényes keretek között. Most viszont mondókámat befejezem, mert kollégáim már jelezték, hogy itt az ideje, hogy érkezzen Emkende Péter és vendége. További jó tévézést!